Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, mai műsorunk a Pünkösd jegyében telik. Ugye ez az egyik legjelentősebb ünnep a karácsony és a húsvét mellett a keresztény életben. Ebből az alkalomból nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Horváth Imre városplébános atyát. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökkemenés, szeretettel köszöntöm a nézőket! És köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Fontos ünnep a Pünkösd. Kezdjük az elején, hogy mit is ünneplünk ilyenkor? Nagyon röviden a pünkösd a Szentlélek eljövetele. A bibliai alapját, ha megnézzük, akkor egészen világosan látjuk, hogy ki is ez a Szentlélek. Már Jézus beszél róla, még mielőtt eljön a Szentlélek pünköstkor, azt mondja, hogy vigasztaló. Majd az Atya küld nekünk egy más vigasztalót. Ez a Szentlélek. És hogy milyen ez a Szentlélek, milyen erőt képvisel, kiderül, hogy személy az Atyának a lelke, a Fiúnak a lelke, Jézusnak a lelke, és látjuk a hatásait, hogy mit fejt ki ez a Szentlélek az emberekben, hát erről szól a pünkösd. A pünkösdről olvashatunk a Szentírásban is, méghozzá az apostolok cselekedeteiben. Tudjuk, hogy az egyik legizgalmasabb könyvről van szó, és azt is tudjuk, hogy rendkívül érdekesen fogalmaz ugye az akkori író, mert hogy megjelent a Szentlélek. Hogyan jelent meg? Egy kicsit erről a bibliai vonatkozáson mesélj. Igen, jó lenne elolvasni tényleg ezekben a napokban az apostolok cselekedeteinek a második fejezetét. Szent Lukács írja le ezt a történetet, a Jézus utáni közösség hogyan kezd kialakulni, és ennek első fontos mozzanata a lélek kiáradása, a pünkösd. Megfigyelhető a Bibliában, amikor az Isten valami nagy dolgot tesz az üdv történetben, akkor jeleket ad. Itt a pünkösdben két fontos jel jelenik meg. Az egyik a fülnek szól, a hallásunkat érinti, hatalmas nagy szélzúgás képében jön a Szentlélek, a másik a szemnek szól, a látásunknak, hogy úgy látják, hogy a Szentlélek, mint lángnyelvek formájában leereszkedik az apostolokra, és ott van közöttük Mária, és nagyon sok ember ezen a napon még betöltetik a Szentlélekkel. Tehát ezek a jelek, ez a hatás, hogy szélzúgás, ez nagyon érdekes, mert ezzel ki akarja a Biblia fejezni azt, hogy a Szentlélek olyan, mint amikor egy hatalmas vihar kelekedik, és ez a vihar képes mondjuk a libanoni cédrust ketté törni, vagy képes a tengernek a hullámait fölkorbácsolni. Ebben érzünk valami hatalmas, nagy elementális erőt. Ugyanakkor látjuk a szemnek szóló üzenetet, ezek a lángnyelvek, hogy a tűzben is van valami dinamizmus, hogy megérint, vagy lángra lobbant. A tűzben tudok alakítani még vasat is, tudom formálni. De ugyanakkor, visszatérve a szélzúgáshoz, van szelíd szellő is, ugye? Van lehelet. Amikor például feltámadása után Jézus találkozik az apostolokkal, akkor rájuk lehel, és azt mondja, vegyétek a szent lelket. Tehát ilyen finoman közli a lelkét a tanítványaival, hogy életük legyen, hogy életben maradjanak, és ne halottként szemléljék őt. Ugyanakkor látjuk azt, hogy a tűzre is mennyire nagy szüksége van az életünknek, mert ha olyan statikussá válik az életünk, ha annyira bezárkózunk, akkor az nem jó nekünk se, nem jó a környezetünknek, a családunknak, a világunknak. És itt most, amikor Jézus az Atyától elküldi
a tanítványainak, egyházának a lelket, akkor látjuk, hogy ilyen dinamikus erővel, a Szentlélekkel ajándékozza meg. És ott le is írja a Szentíró, Szent János, hogy ez a lélek mindig velünk marad. Ez a lélek bennünk marad. Tehát igazában a pünkösdnek a csodája, hogy minden ember képes befogadni az Istennek a lelkét, ha megnyílik ezelőtt az ajándék előtt, ha engedi, hogy megérintse ez a tűz, vagy engedi, hogy kisöpörje az életünkből ezt a füllettséget, vagy szárasságot, és valami oxigéndús, valami életerőt ajándékoz. Gyakorlatilag Jézus megígérte a Szent Lelket, a Szentlélek ugyebár lángnyelvek formájában, vagy kíséretében, nagy szélzúgás közepette, igen, az apostoloknak megjelent, és gyakorlatilag most a pünkösd ünnepe azt is jelenti, hogy felelevenítjük azt az időszakot, hogy valóban eljött a Szentlélek. És arról beszélgettünk itt, hogy nehéz megfogni, hogy mi is ez, vagy ki is ez a Szentlélek, miért? Azért is talán, mert ugye a Szent Háromságnak a legszellemibb személye a Szentlélek. És alig tudjuk megragadni, mert ugye a mennyei atyát el tudjuk képzelni egy jó atyaképpel. Ha valakinek van jó édesapja, akkor abból tud következni, hogy milyen jó a mennyei édesatya, az édesapa, az Isten. Van fiúképünk, mert Jézus Krisztus egy lett közülünk, mindenben hasonló hozzánk a bűnt kivéve. A lélekről alig van megfogható, megragadható képünk, csak a Biblia segít ezekkel a képekkel, a szélzúgás, a lángnyelvek, amit kifejt a lélek bennünk. Azt mondja Szent Lukács, hogy mindnyájukat betöltötte a lélek. Tehát egy olyan személy a Szentlélek, aki az ember szívét megérinti és betölti. Az Isten, mind a mai napig? Ez működik mind a mai napig, míg a világ világ. Igazából lehet így is mondani, hogy most a Szentléleknek van óriási szerepe, itt nem mintha a mennyei atyának nem lenne, vagy Jézusnak, de mintha ez folytatná Jézusnak a művét, hogy megértsük, mit mondott, mit tanított, mit tett Jézus, és vezet bennünket. Szoktuk mondani, hogy valaki egy lelkes ember. Az egy jó tulajdonságot akartunk ezzel kifejteni. Valóban, akit betölt a Szentlélek, az biztos, hogy jó megnyilatkozásokat tesz. Sokszor csodálkozunk, hogy én most hogy tudtam ezt mondani. A lélek adja ajkunkra a szót. És ha engedjük, hogy ő vezessen, akkor sokkal jobban mennek a dolgaink. Akkor a lelkesen tudunk helytállni a feladatainkban, családban, munkahelyen, emberek között. Tudunk vigasztalni, tudjuk képviselni az igazságot, vagy helyt tudunk állni. A Szentléleknek a Biblia alapján van 7 ajándéka, amit kinek kioszt, amire éppen szüksége van. És nem tudjuk, hogy most mire szorulunk rá legjobban, de nyitunk feléje, hogy most azt adja meg nekünk, amire szükségünk van ebben az életállapotban. Biztos egy fiatalnak azért, hogy jól megtalálja az élete párját, vagy a házasságban helytálljon, jó apa vagy jó anya legyen. Vagy egy tudós, hogy az emberiséget előbbre vigye. Igazában a lélek azon munkálkodik, hogy megújuljon a föld, hogy látszódjék, hogy velünk van az Isten. És micsoda szép lehet a bérmálkozóknak most, mert hogy a pünkösdhöz tartozik, hogy a bérmálkozás is, miért is szép nekik, mert? Pontosan azáltal, hogy valamit megéreznek, hogy ők fontosak.
hogy őket valaki szereti. Ugye nagyon sokan panaszkodnak arról, hogy engem nem szeret senki. Hát a pünkösdnek ez a csodája, hogy az Isten előbb szeretett, mint bárki. A szüleinknél is jobban, vagy előbb. És őket is arra hívja, hogy legyenek vigasztaló, képviseljék az igazságot, legyenek lelkesek, hozzák a világba az életadó lelket, jelenítsék meg. Az Istennek, a Szentléleknek nincsen keze, nincsen szeme, nincsen lába. Az Isten, Szentlélek Istennek a szeme mi vagyunk, a keze mi vagyunk, a lába mi vagyunk, és bennünket használ föl, hogy ebben a világban jelen legyen, hogy észrevegyük a szépet, vagy értelmét lássuk az életünknek. Hogy az Istennek terve van velünk, és a lélek általunk tényleg előbbre viszi ezt a földet. És aki ebbe hisz, az egy boldog ember. És most a birmáláskor erre próbáljuk a fiataljainkat meghívni, hogy ugyanúgy, mint az apostolok, 10 napig várták imádkozva csendbe a pünkösdöt, és olyan változás ment bennük végbe, hogy ők maguk csodálkoztak. Bezárták az ajtót. Pünkösdkor kitárul az ajtó. Félnek. Pünkösdkor bátran kiállnak a tömeg elé, és Péter a legfélénkebb vállalja, hogy elmondja a pünkösdi prédikációt. Tehát csodákat visz végbe a lélek az első pünkösdkor, de napjainkban is. És a bérmálás mellett még különleges ünnep a Szentlélek templom búcsúja, amely pont pünkösd hétőre esik, ugye? Ez egy külön öröm számunkra, itt a képek is körülöttünk a Szentlélek templom oltárképének ezt a pünkösdi eseményét jelenítik meg, ahogy az égből leereszkednek Máriára, az apostolokra a lángnyelvek. Én külön örülök, hogy olyan templomban szolgálhatok, a Szent Mihály templom mellett a Szentlélekben, ahol ilyen védője van a közösségnek, ilyen lelkesítője, lendítője, hogy nem engedi, hogy megáporodjon körülöttünk a világ, hanem segít nekünk, hogy tudjunk újítani. Merjünk ebben a világban is keresztények lenni, de ugyanakkor merjünk álmodni nagyokat, és higgyünk abban, hogy a Szentlélek segítségével képesek is vagyunk a csodákra. Nem mi, mert olyan nagyok vagyunk, hanem általunk a Szentlélek képes változásokat végbevinni, előbbre vinni ügyeket, közösséget megtartani, szülni, előbbre vinni a világnak a dolgait. Összefoglalva, mivel ugye ez egy ünnepi adás, a televízió nézők milyen üzenettel gazdagodhatnak azzal, hogy merjék befogadni a Szent Lelket. Pont pünkösd, egy nagyszerű alkalom erre. Én is tényleg erre szeretném buzdítani a nézőket. Az egyháznak van egy régi imája, ez a Veni Sancte Spiritus. Máma, alig van időnk, vagy marad időnk imádságra, de röp imákra kell, hogy maradjon időnk, és annyit mondjunk, hogy jöjj Szent Lélek. Már ez egy olyan, mint egy mély levegőt veszek. Hívjuk a Szent Lelket, és próbáljuk átadni magunkat neki, és akkor csodákra leszünk képesek, megújul az életünk, megújul a családunk, a közösségünk, de ez a világ is általunk, az a kis mikrovilág, ahol éppen élünk, és ezt kívánom, hogy ez az új pünkösd, ennek a lelke, a Szent Lélek töltsön be mindannyiunkat. Horváth Imre város plébános atya ünnepi gondolatait nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a kitüntető figyelmet, maradjanak továbbra is a Sopran Televízióval, minden jót, viszontlátásra!